Szervusz, szívem! Szervusztok, gyerekek! Szervusz, szívem! Megjöttél? Szervusz, papa! Na, gyerekek, mi újság az iskolában? Hát az attól függ. Mitől? Hogy volt-e ma valami kellemetlenséged? Ne, nem volt. Miért rossz kedvűnek látszom? Még nem. Szóval az a helyzet, hogy bukásra állok irodalomból. Jól van. Mi? Pont irodalom? Fiam, mekkora szégyen. Jaj, Istenem, pedig én már úgy örültem, hogy egy nyugodt, derűs hétvégét tölthet együtt a család. Azért még nincs minden veszve. Na. Ha megint vállalkoztok egy kis színjátékra, akkor rendbe jöhetnek a dolgok. Hogy érted ezt? Papa, dobjuk be a veszélyeztetett gyerek meséjét. Zsoltika, csak ne jön ide a te osztályfőnököd is. De igen, még ma este. Úgynevezett családlátogatás. Te jó Isten, na, már csak ez hiányzott. Nem, én elmegyek hazúról. Nem vagyok hajlandó eljátszani még egyszer a részeges apát. Nem! Pedig hidd el, papa, egészen jól hozog a figurát. De ne, hát egy hétig megint gyomorégésem lesz utána. Hát ennyit igazán megtehetsz a gyerekekért. És nem lehetne, hogy csak úgy szárazon játszam el a részeget? Ne gyerekeskedj, papa. Borszag meg csuklás nélkül. De ne. Figyeljetek csak, kidolgoztam egy új variációt. Jaj, nekem. Papa, te nem csak iszol, hanem rendszeresen vered is a mamát. Mi? Ja, muszáj! Persze, mama. Hát ez már gimnázium. Ide valami komolyabb dolog is kell. Hát, te tudod, fiacskám. Na, úgy gondoltam, hogy amikor az osztályfőnök bejön ide, ti a szomszéd szobában nagy balhét csaptok. Jaj, felborogatjátok a székeket, papa, te ordítozol, a mama sikoltozik. Jó. Rászálljuk azt az ócska vázát is, jó? A mama kirohan, ruhája elszakadva, a szeme alatt monokli. Na ne, fiam, hát te meg vagy őrülve, ne! Ne idegesítsd a gyereket! Folytasd, kisfiam! Mama, én majd kifestem a szemed alját. Jó. Meg fog ijedni tőled a tanár úr. Helyes, helyes. Na, aztán a mama könnyek közt elrebegi, hogy ez így megy minden nap. De főként olyankor, amikor én éppen irodalmat akarok tanulni. Ezért állsz szegényke bukásra, érted már? Persze, na, gyerünk, fesd a szemem! Igenis? Papa, vedelni! Te mondd! Fiam, és úgy nem lehetne, hogy anyád ver engem? Ezek a férfiak mindig a dolog könnyebb végét fognák meg! Nem jó, papa! Azt mondta az osztályfőnök, hogy jobban szereti a hagyományos családi életet. De jó, jaj, itt is van. Művésznő drága, nem mozogjon annyit. Jó, figyelem, ajtót nyitok. Na, papa, mama, felvétel indul. Ne, várj, még a dugót sem tudtam kihúzni. Nem hamlaszkodj annyit, mert a fejethez vágok valamit. Ne. Nem jó, mama, nem jó. Ez a papa szövege. Hát már látom, hogy elszúrja az egészet. Ide figyelj, zárkozz be a spejzba, és addig ki ne gyere, míg egy csepp van az üvegben. Értetted? Na, indulás, gyorsan. Jó, megyek, de utálom ezt a rohadt bort. Jó estét kívánok, tanár úr. Fáradjon bejebb. A Molnár anyukához van szerencsém? Igen, de hát mi már találkoztunk. Igen, én is úgy emlékszem, de mintha a múltkor nem lett volna szemüvege a Molnár anyukának. Szemüvegnek nézi a remek művemet. És tessék helyet foglalni. Hallottuk, hogy baj van a Zsoltikával irodalomból. Igen. Hát egy kicsit talán meg fog bukni. Jaj, nem tanul, ugye? De hát tessék elinni, hogy nem tehet róla a szegény gyerek. Sajnos az apja. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. A Molnár apukának tetszik lenni? Igen, azt hiszem. Mit akarsz? Még alig kihányzik az üvegből, és főleg ne hurcolázz magaddal az üveget. Hol a só sütevény, szívem? Már fáj a gyomrom, muszáj.
Muszáj ennem valamit. Ne keresd szívem, majd a Zsoltika behozza. Igen, mama. Mi az, hogy behozza? Én meg vedeljek így gyomorra. Jaj, a Zsoltikáról beszélgetünk éppen, szívem. Igen. Azt mondja a tanár úr, hogy elég gyenge irodalomból. A büdös kölyök. Agyon verem. Mi adtak el ezt a rohadt büdös piát? Istenem, folyton veri a gyereket. Kitaposom a belét. Aztán trakarodjon a házamból. Haza se jöjjön többé. Menjen, hová akar, majd megtanul. Ha meglátom ezzel, az üveggel ütöm le. Csak előbb még kiiszom, ami benne van. Ne essünk túlzásba, kedves Molnár apukan. Ahelyett, hogy gorombáskodnál, szívem, inkább kínáld meg a tanár urat is, ugye? Nem. Jaj, valamivel. Bocsánatot kér. Mindjárt bontok egy új üveget, mert ezt tetszik, nekem kell meginni, hogy ihletet kapja. Apuci, jól csinálod, nem kell többet innod. Tessék parancsolni, itt a sósütemény. Remélem, fiam, hagytál odakinn is nekem sósütemény. Te csöves, te! Homérosz! Bocsánat, kire. A Molnár apuka rossz kedvűnek látszik. Mindig ilyen, ha iszik. De kislányom, szóval hát ugye igaz, ami igaz, tanár úr. Hát ugye ilyen légkörben hát nem lehet tanulni. Tessék mondani, és mindig magánál hordja a Molnár apuka azt a palackot? Csak ameddig ki nem ürül. Szabad megkérdeznem, mitől tetszik olyan kéknek lenni a Molnár anyuka szemének? Semmi, csak egy kis baleset. Hát, tetszik tudni, tanár úr, nem adta meg az elsőbséget a boros üvegnek. Én kislányom, hozd be szépen a szalvétákat, meg a poharakat a konyhából, és nézzek, hogy mit csinál az apád a spejzban. Igen, mama. Tessék mondani, most először történt ilyen kis baleset a szemével? A héten, igen. Itt vannak a poharak. Kész van már az apád a spejzban. Ajjaj, már a rumos medgyeket nyitogatja sorban. Jesszusom! Valami baj van? Semmi, Héza. Csokollak, drágám. Minni. Újabb vendégünk van. Ülj le szívem, ha tudsz. Ha megengedi, Molnár vagyok. Hogy hívnak engem, szívem, bogaram? Ez túl jól sikerült, mama. Szeretnék néhány dolgot kérdezni a Molnár apukától. Tessék parancsolni. Én addig kimegyek, hogy ne zavarja. Ja! Beszélni a tanár úr. Jól van, na értettem, nem vagyok én hülye. Talán azt az üveget addig le is lehetne tenni valahová, nem? Nézd oda, hát nem az üreset hoztam vissza. Biztosan megint verekedni akartál, apa, nem? Én az... Ja igen, hát azt szoktam, igen. A Molnár apukának verni tetszik a Molnár anyukát? Bizony. Puff, és már kékül is anyuci szemben. Mit csináljak, aranyos tanár úr? Nem tudok uralkodni magán. És azzal a késsel mit tetszik akarni a Molnár apukának? Milyen késsel? Hát ezt meg kicsempészte a kezembe. Mama, ez nem volt megbeszélve. Nekem sem tetszik, apátok improvizál. Látja, tanár úr, hát így élünk, úgy szólván, ugye naponta. De most már nem sokáig élünk. Papa, tedd már le azt a kést! Csak nézem, elég hegyese a hegye. Hegyek között, völgyek között zakatol a vonal. Nyugodjon meg a kedves Molnár apuka, nyugodjon meg! Zsoltika nem fog megbukni. Igazán? Persze, majd figyelembe veszük, hogy... Nagyszerű talán! Mindegy, hogy mit csak vegyék figyelem! Puszi, drága tancsikám, gyere ide! Hát akkor én talán el is búcsúznék, ugye? Ne siess, Paty, ígyunk még egyet, öcsi! Aztán majd ketten végigverjük az egész családot.
ne, hidd el, Tancsikám, a jobb buli lett. Én most kezdek rájönni az ízére. István, a tanárunknak mennie kell. Nem hallottad, hogy mindent megígér? Jó, jó, hát hagyj menjen. Nem, ha nem akar társulni velem egy jó kis bunyó, ellátom én egyedül is a bajotokat. Akkor viszont látásra, jó éjszakát, jó éjszakát. Minden jó, tanár úr, köszönjük szépen. Hurrá, sikerült. Remekelt az egész társulat. Kus. De hát, papa, papát elment már a tanár úr. Kus, ha mondom. Apátok elfáradt egy kicsit. Nagyon jól játszottál, szívem. Pofa be, hol a másik üreg fia? Nem ismerek rá, apucikám. A papa túlságosan beleélte magát. Futásos fejzba, te! Aluljárul föltelék. Ne fáradsz magad, papa, már lement a függöny. Lódulj, vagy szétverlek, mint eső a libaszart. Lecsavarom a te nyakadat! Igen, papa, igen, papa! Hát nem volt elég! Fogd be a szád, akarsz egyet a másik szemed alá is? Olyan leszel, mint egy sokor kék, ne felejts! Ne! Hozzám ne gyújj! Nesze te ikebana! Te gyilkos! Segítség! Szegény papa! Nem hittem volna, hogy ebben a korban még ilyen tanulékony. Á, gyerekeim! Ha ez így megy tovább, szerezzük el egy olyan apát, aki bírja az italt!